Modern számítógépek, táblagépek és vállalatirányítási rendszerek, ezek mind hozzájárulhatnak egy cég hatékonyabb működéséhez. A tapasztalatok szerint az ilyen eszközök használatában azonban a hazai kis- és középvállalkozások nagy hátrányban vannak a nyugat-európai versenytársaikkal szemben. A Modern Vállalkozások program ebben nyújt segítséget a KKV-k számára, a konkrét eszközbeszerzéshez pedig a 40 milliárd forint keretösszegű operatív programon keresztül kaphatnak pénzügyi támogatást. Az elkövetkezendő időszakban jelennek meg a pályázatok, a szakpolitikai minisztérium ígérete szerint januártól beadhatóak lesznek a pályázatok, tehát várhatóan a decemberben ez megjelenésre kerül. A program keretében létrehoztak egy tanácsadói hálózatot, amelynek munkatársai ingyenes informatikai auditot végeznek az adott cégeknél. Amennyiben a céget digitálisan felkészültnek minősítik, akkor a hamarosan megjelenő pályázatokon plusz 5% vissza nem térítendő támogatást kaphatnak. A cégek egy része azonban önerőből is képes fejleszteni informatikai infrastruktúráját. Mi ebbe az évben körülbelül egy olyan 5-10 millió forint körüli értéket ruháztunk már be, mind a meglévő technikák fejlesztése, mind az újaknak a kiépítése miatt, de ez a következő évben sem fog elmaradni, hanem még nem tudom mekkora léptékbe, de valószínű, hogy jövőre is ilyen milliós tételekbe kell lesz gondolkoznunk, különféle újabb szoftverek és egyéb programoknak a megvásárlása és alkalmazása. Nem csak a kisebb cégek, hanem a nagyobb vállalatok, így a nyíregyházi LEGO is a legmagasabb prioritások között kezeli a digitalizációt. Most könnyebb dolgunk van, ugyanis új gyár épült, tehát jelenleg a legmodernebb infrastruktúrával dolgozunk. 12 szerverszoba a gyárban, hát rengeteg klienseszköz, nagyon sok rendszert használunk. Gyakorlatilag alig van olyan folyamatunk a gyárban, amihez most ne lenne valamilyen informatikai rendszer. A cégek nem csak ilyen előadásokon tájékozódhatnak a lehetőségekről, további információkat a www.vállalkozdigitalisan.hu oldalon találhatnak.